Csőzik László, Érd megyei jogúváros polgármester a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a nap híre volt, a tegnapi nap híre volt az, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy teljes egészében megvonják a támogatást az érdi női kézilabda csapattól? Szó sincs róla. Érd nagyon büszke a női kézilabdára, az elért eredményekre, arra, hogy sport nagyhatalommá váltunk ezen a területen. Ezeket szeretnénk megőrizni, csak van egy óriási gond, hogy egy nagy finanszírozási igény keletkezett. Ugyanis az érdi csapat azon kevés, vagy hogy mondjam, egyetlen magyar csapatok közé tartozik, az egyetlen ilyen magyar csapat, amelyet a helyi önkormányzat finanszíroz szinte teljes egészében a szerény TAO pénz mellett. Tehát 700 millió forintunkba kerülne a város kasszájából, ha ugyanazt a színvonalat szeretnénk fenntartani 2020-ban. Ez horriblis pénz. Érdet, aki ismeri, azt tudja, hogy milyen szegényes az infrastruktúrája. Tehát az utak, az utcák több mint fele az aszfaltozatlan, földút, murvásút, kell a pénz máshova. Másrészt pedig olyan hihetetlen változások léptek fel a kézilabda házatáján, amire reagálnunk kellett. Mondok egy példát. Eddig nem kellett áfát fizetnünk. Idéntől kell. Ezt egyébként az elődeink is tudták, megjegyzem, a választások előtt pontosan érzékelték, csak nem mertek meglépni ezt a folyamatot. Ugye csökkent az elvont vagyonértéki jog mértéke a felére, és van egy harmadik, hogy nálunk nagyon magas a lányok fizetése. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azt a bérszínvonalat, amelyben ők részesülnek, a szegényért bizony nem képes elviselni. Ön megnevezett egyet, illetve kijött egy hír, hogy 2 millió forint, ez volt az az összeg, ami egy játékossal lebontva van. Úgy gondolja egyébként, hogy ez a mai magyar NB1-ben például ez egy magas összeg? Szerintem a magasabb összegek közé tartozik, de egy valamit hat tegyek nyilvánvalóvá. Én nem akarom a lányok ellen hangolni a közvéleményt, pláne az érdieket, hiszen rendkívül büszkék vagyunk rájuk, és ők ezt a pénzt, hogy mondjam, megdolgozzák, megérik. Ők a piacon ennyit érnek, 1,5-2 milliós nettó fizetés. De ha ennyit érnek a piacon? Az a baj, hogy nálunk nincs nagy névadó szponzor, szemben mondjuk Győr Audival, vagy Szegeddel, ugye, ahol rendben, pik akkor, van. Okay. Nálunk a város finanszírozza a kézilabdát. Helyes. Az emberek, az érdi adófizetők pénzéből. Miért nem lehet erre szponzor találni? Tehát ahogy volt a Mizó Pécs, ahol az Audi Eto, ahol nagyon sok csapatnál ugye vannak névszponzorok, hogyha ez egy ennyire kiváló csapat, már pedig kiváló csapat, járok rendszeresen a meccseikre, fantasztikus a hangulat az Érd arénában, hát hogyha a szurkolók valamire kíváncsiak, akkor ez egy szponzorvonzó dolog? Két megjegyzés. Az egyik, ugye korábban fideszes városvezetés volt, fideszes kormány működött, fideszes volt a megye. Egyszerűen nem találok arra magyarázatot, hogy az elődeink miért nem voltak képesek leakasztani egy igazán nagy szponzort. Csak egy példát mondok, a városban például ott van a Fehérbál, Mészáros Lőrinc féle cég, ugye. Hát több 10 milliárd forint értékben nyert el közbeszerzéseket, 3-4 gigaprojektet visz. Szerintem nagyon jó lett volna, hogyha őt megkeressük és kérünk tőle támogatást. Lehet, hogy én fogom meg. Polgármester úr, ön a polgármester. Akár ott a kamera önnel szembe bele is nézhet, azt mondhatja, most, hogy én nem tudom, hogyha én nekem lenne csapatom, én azt mondanám, hogy hölgyeim és uraim, tessenek jelentkezni, de ez a hír... Én keresem a szponzorokat, tegnap is találkoztam egy nagyjal, reményteljes, de azt tudni kell, hogy a névadó szponzor az nem kis pénz, az több 100 millió forintot kell, hogy adjon. Több 100 millió forintot Magyarországon nem tudom, hogy névszponzorra kifizetnek, én a 10 milliós kategóriákat ismerem, ugyanakkor. Nem féle attól, hogy a bejelentése után szétspriccel a csapat, és az lesz a helyzet, hogy van egy gyönyörű arénájuk, ahol például a Ferencváros női kézilabda csapata játssza a nemzetközi mérkőzéseit. Tehát az az abszurd helyzet áll elő, hogy az önök legnagyobb ellenfele, akikkel egyébként rendszeresen küzdenek, nagyszerű csatákat vívnak, ott játssza önöknél a meccset, miközben hogyha szétspriccelnek a játékosok, mert látják ezt a hírt, és esetleg nem lesz most a következő szezonra egy finanszírozás, és egy csapatot mindig nehezebb újjáépíteni, akkor önöknek pedig kihúzzák saját maguk alól a csapatot? Mi nem leépíteni, hanem felépíteni szeretnénk egy új típusú kézilabdát Érden. Szeretnénk ott maradni az NB1-ben, de azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy harmadikak maradjunk, most éppen ötödikek vagyunk, de 6 éven keresztül bronzérmes volt Érd, ahhoz sajnos ilyen világklasszis, vagy hogy mondjam, országos klasszis játékosokat kell finanszíroznunk. Ha nem jön be egy nagy szponzor, és marad a város költségvetése, akkor ezt a színvonalat nem tudjuk tartani. Akkor arra kell fordítani az energiáinkat, hogy a helyi, tehát helyi nevelésű lányokból építsünk fel egy új csapatot, és lehet, hogy az azt fogja eredményezni átmenetileg, hogy nem harmadikak vagy negyedikek vagyunk, hanem mondjuk tizedikek, tizenegyedikek, de bent tudunk maradni az NB1-ben. Tehát lesznek meccsek, lesz nagy ováció, tele lesznek a lelátók, én úgy gondolom, csak nem fogjuk megterhelni a város kasszáját 700 millió forinttal, mert ez bődületesen. Most tele van a csarnok a nagy meccseken, úgy gondolja egyébként, hogy ön fogalmazott most már másodszor, tehát félek erre utalni, de talán azt mondja egyébként, hogy az NB1-ben maradás mondjuk a cél, akkor úgy gondolja, hogy oda is kimennének a törzs szurkolók? Nem,
nem lesz egy olyan csalódottság, mint például az ön Facebook oldal alatt sportrajongók részéről. Értem, amit mond, elfogadom az ön álláspontját, amit mond, de nem fél attól, hogy például a teljesítmény csökkenésével a nézőszám is csökken, ha pedig csökken, akkor a szponzor kereső képesség is csökken? Azért nem, mert én tapasztalom azt a típusú igényt a városlakók részéről, de a törzsszurkolók részéről is, hogy minél több érdi lányt szeretnének látni a lelátókról. Ugye ma pillanatnyilag két érdi lány, tehát Szabó Laura és Király Réka játszik a csapatban, a 16 fős csapatban, 16 főt neveztünk, és rengeteg az idegen légiós. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan irányt veszünk, hogy az sok magyarunk van. Sok magyarunk is van, de mondjuk van öt egyébként kiváló idegen légiós. Gondoljunk csak Nassi Mentóra, aki a 2015-ös világbajnok brazil csapatnak tagja volt, egy kiváló szélső, és a három lövőnk is egyébként, a három legjobb lövőnk is ugye külföld. Tehát Kovacsevicsre gondolok például. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tehát lesznek valószínűleg személyi változások, hiszen nem tudjuk fenntartani ezt a bérszínvonalat, amennyiben nem találunk nagy névadó szponzort, azt szeretném hangsúlyozni, tehát én nem tettem le róla, minden héten találkozom cégvezetőkkel. Ha pedig nem jön össze egy nagy névadó, akkor több közepes szponzorból kell megteremteni ezt a hiányzó geppet, ezt a több 100 millió forintot. Mivel töltik majd meg az Érdarénát? Ezt hogy érti? Hiszen lesz csapat, marad a csapat, ez a csapat ott lesz az NB1-ben egész biztosan. Az idényt végig játsszuk most a jelenlegi összetétellel, az egészen biztos, tehát a változás az a szeptemberi, tehát az augusztustól induló új szezonban lesz majd megfigyelhető. Egy kirakat csapat egy városban mindig akkor kell, hogyha jelentősen foglalkozik mondjuk az utánpótlással. Az utánpótlást érinti ez? Abszolút mértékben, pont ez a cél. Tehát a változás fő célja, hogy az utánpótlást helyben megerősítsük. De ma azt lehet mondani, hogy több mint 2000-en érintettek a kézilabdában. Ugye megy az iskolákban a sportolási lehetőség, bevittük a tornaórákra, jelentős tömegek játszanak a fiatalok közül is, de veteránok is. Tehát mindig tele van az aréna, ott az ember elmegy este, mindig életet lát. Azt kell mondjam, ezt meg kell őrizni. Igazi érték, komolyan mondom. Tehát végre Érdnek lett egy olyan látványsportja, egy olyan komoly sportja, ami példaként szolgált a fiatalok felé. Csak mondom, ez a város ma nem tudja saját pénzéből eltartani, és ez a lényeg. Ön megtalálta már a pénznek a helyét? Tehát kátyúzni fog, pedagógus bért fog emelni, mit fog belőle csinálni? Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb igény arra lenne, hogy rendezzük az infrastruktúrát. Tehát úttalan utakon járunk, Sárban járunk, Dagonyában járunk, fuldoklunk a kőporban, évtizedes lemaradásokat kell most pótolnunk. Erre fogjuk fordítani természetesen, de ez nem jelenti azt, hogy letennénk arról, hogy a kézilabda az ugyanúgy egy fontos része legyen a város közéletének. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt. Köszönöm szépen.